Sziasztok! Mivel a SolidWorks-ben kétféle módszerrel nyithatunk meg különböző formátumú 3D adatokat, ezért most a fájlok -ok importálásáról fogok néhány szót ejteni. A SolidWorks 2017-es verziója óta a 3D Interconnect segítségével nyithatunk meg natív, vagyis más tervező programokkal készített CAD-fájlokat. A SolidWorks súgójában érdemes rákeresni és ellenőrizni, hogy az aktuális SolidWorks verziónk pontosan mely fájlokat képes kezelni. Ennek a funkciónak az az előnye, hogy a SolidWorks a 3D modellt nem alakítja át, csupán megnyitja. Így sokkal gyorsabban jeleníti meg azt a grafikus térben, nem fordulnak elő importálási hibák, beolvassa az anyagminőségeket és az egyéni jellemzőket. SolidWorks műveletekkel módosíthatjuk, illetve be is építhetjük közvetlenül egy összeállításba. A Solidworks az eredeti fájra hivatkozik, ezért tartsuk meg az adattárolónkon. Amennyiben kapunk róla egy frissebb verziót, egyszerűen csak kattintsunk a modell frissítése parancsra. Ha mégis függetleníteni szeretnénk a geometriát, más szóval megszakítani a kapcsolatot az eredeti fájlal, kattintsunk a csatolás törlése menüpontra. Hogy milyen adatokat olvasson be a fájlból a SolidWorks, azt a fájl megnyitása előtt a rendszerbeállításokon belül tudjuk meghatározni. Step, IGES és ACES esetén azt is megadhatjuk, hogy az összeállítást összeállításként vagy több testből álló, úgynevezett multibody alkatrészként nyissa meg. De az is lehetséges, hogy a testeket alakítsa át különálló alkatrészfájlokra, és alkosson belőlük összeállítást. A mennyitás ablakban a fájlt kiválasztva, majd a beállítások gombra kattintva is ellenőrizhetjük, illetve módosíthatjuk az opciókat. Összeállítás esetén három szinten lehet törölni a kapcsolatot az eredeti fájlal, azonban vegyük figyelembe, hogy a független komponensek csak virtuálisak lesznek a komponens kapcsolatok törlése tulajdonképpen megegyezik e két opció bekapcsolásával. Válasszuk ki a harmadik menüpontot, ha mégis importált geometriát tartalmazó alkatrészfájlokra van szükségünk, majd mentsük ki külső fájba őket. A következő részben a hagyományos fálimportálással fogunk jobban megismerkedni. Ha szeretnétek a videó megjelenéséről értesítést kapni, iratkozzatok fel csatornánkra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!